fizikálisan eléggé kikészült. Morgan László fizikálisan 100%-os állapotban van. Ez a mérkőzés kimenetelét eléggé befolyásolhatja. Laci dinamikus, patogos testre, miért egy erős ütést, vesére, még egyet, majd tértek nekem, láthatom egy körülbelül szomlúgást, próbált tértek nekem, alkalmaznak közben sárközi dugot. Nagyon kéne vigyázni, és elkezdenek nem kettős fedezőkbe beállni, mert Argolci nagyon jó személy, és a ikakat mindenképpen be fogja tenni egy-egy ütéssel, rugással. Úgyból egy vesüset láthatunk. Tehát az erőfölényét egyértelműen kibontott. Nagyon sokat számít a korábbi mérkőzések. Tehát, hogy korábban mérkőzéseket vívott. Sárközis volt, elcsúszott rugás, mert majd egy másik rugás megfogott. Sárközi, és elvitte Varga Lacit a földre. Talán az egyetlen olyan terület, ami a Varga László nem ügyes, úgymond az a föld, illetve a dobás technikák világa. Ezt kéne talán Sárközinek erőltetnie, illetve egy-egy erőteljes combos technikával bontogatni Lacinak a lábát. Itt egy nem teljes kávértékű, de földre kényszerült ütést láthatunk Varga Lászlótól. Ilyenkor szabályosan a fehér sarokba kellene mennie, a küzdelme helyében ezt elfelejtette. Sárközi sajnos fáradt már, nagyon szép tértechnika volt felre. Még egy tértechnika várható. Ez egy elcsúszott térdócsánk, azért egyszerűen nem dinamikus. Megrendítő erejű meseütés volt a cél részéről. Elközele is ment. Sárközi Rudaknak más jellegű technikát kéne erőltetnie, mert így biztos vagyok benne, hogy Bacska Imre ki fogja számolni, és Varga Lászlót hirdeti ki biztosnak.